itt van már hideg. Potakívánoka. Megosztottam ennek a kettéfűrészelt óriásnak a videóját, ennek a Norbinak. Megnéztétek? Szép napon. Csókollak Stuttgartba, drágám. Kim van a Maldív-szigeteken? Amivel semmi baj nincsen, hát mindenki oda megy, ahova akar, meg ahova pénztárcája engedi. Olyan szinten irritál ez a fiatal, hát már még csak azt sem lehet mondani, hogy fiatal. Belső értékekkel rendelkező, meg külső nincs neki. Belső értékekkel rendelkező Sóher Norbert, hogy úgy jönne, hogy én nem tudom, az apja ezt nem gyepálta meg gyerekkorában, hogy hogy illik viselkedni, meg hogy nem. Nem volt két atyai pofon, vagy egy jó kis tockos mamától. Pupi Márti néni videót néztem, és hogy éppen Márti, szép napot. Pupi, megnéztétek a videót? Elmegy egy óra azzal, hogy köszöngetünk. Megnéztétek a videót, Margit? Na, hát köszöngessünk, akkor elmegy ebben egy fél nap. Nem szép, mert nyíregyen esik az eső egész nap. Menj a sorja közt. Megnézted? Krisztina? Nem néztem meg. Hát akkor ma szarnak hoztam meg. Hát de tényleg. Szép délután Mártika és Amálka. Azt ilyen címmel tette fel ez a, nem is tudom, gnóm. Tényleg sok magyar ismert embert elítélt a pápa? Kérdője. Van egy nagy rohadt kérdője. Nem olvastam, mert nem szoktam. Tehát vagy beleszaladok, vagy nem. Én direkt rá nem keresek semmire, erre is csak beleszaladtam. Ráfért volna, Isten a tanúm, ráfért volna két olyan atyai pofon. Nem arról van szó, hogy te a Maldív-szigeteken vered a bokádat, hogy finom legyek. Lehettem volna, éppen mondhattam volna mást is, de nem mondok, mert mivel úrinő vagyok, így nem mondok mást. Hanem arról van szó, te nyomorúságkerjető, hogy az emberek itthon éheznek. Éheznek. Voltál már éhes, Norbi? Nem voltál még éhes. Nem voltál te még éhes. Te nem tudod, mi az, hogy éhezni. Az, hogy egy rohadt fillért nem kapunk, sehonnan nem kapunk, hogy kiesett a munkád, hibádon kívül, hát a pandémiáról kitett a koronavírus. Hát se te, se én, senki más nem tehet. Még Gyurcsán se, de még Soros se. Hát senki nem tehet róla, hát ez jött, ezt adták valamiért. Szép napot kívánok, minden szeretettel. Igen, teljesen igaza van Márténé. Még azt se tudod, mit akarok mondani, te drága lélek. És akkor ez elmegy a Maldív-szigetekre, na figyelj, ha nem hallgattad. Mai live-omnak a témája az, hogy hallatszik? A 24, nagyon sok otthoni sajtó megírta, hogy bizony a pápa elítéli azokat a hazai sztárokat. Sztárok! Várjál, itt álljunk meg egy polgári szóra, mert az agyam ledobta az égszíjat. Tudod ki a sztár? Te majom. Te földnek teher lélek, te. A sztár az a Hauman Péter, az Eperjes Károly, a Revicki Gábor, az sztár vagy. Demjén Ferenc vagy. Mit tudom én, most sorolhatnám, azok sztárok. Én vegyük le az ékezetet, jó? Menjünk tovább. Kijátszva a kiállási korlátozásokat, elutaznak, nyaralgatnak, és nem éreznek együtt azokkal az emberekkel, akik esetleg anyagi gondokkal küzdködnek, és nem tudnak elutazni. Érted a lényeget?
Igen, drágám, igen. Igen, csillagbogaram, való igaz, hogy hergeled az embereket. Tehát vagy döngő léptek, vagy a Maldív-szigetekre befizetsz valami 300-valahány ezer forintot kellett befizetni, állítólag 40-valahányan vagyunk, haladjunk tovább. Nem akarom sokáig húzni. Itt felsoroltak engem, hál' Isten a feleségemet nem sorolták föl, hiszen az ő táborában vagyok. Na? Még 41-en vagyunk. Orejkát? Felsorolták Bergi Krisztiánt, szegény Lakatos másik... Márkot is felsorolták. Na, Manyikát is felsorolták. És még nagyon-nagyon sok híres... Hírhette, hülye nem híres! Hírhett! Nagy a különbség. A lényeg az, hogy... Na mi a lényeg? Reflektáljunk arra a gondolatmenet, hogy a pápa azt mondja, várjál, hogy elítéli azokat, akik kiátszva a kiállási korlátozásokat. A kiállási korlátozásokat nem lehet kiátszani. Tehát a dolog roppant egyszerű. Igen? És fölmentek a kormányinfóra. Azonnalba megyünk fel a kormányinfóra. Pontosan deklarálja. Azonnalba megyünk fel. Hogy hogyan, ki, milyen célból, hova és hogy utazhat. Tehát, ha teszem azt, mi 41-en eljünk sportolni a saját becsületen megkeresett pénzünkből, akár a Maldív-szigetekre. Hopp, itt is álljunk meg egy polgári szóra! Mi az, hogy böcsülettel meg? Ki döntötte el, hogy böcsülettel kerested meg, vagy honnan van ez a himi-humi? Szerinted más ember nem dolgozik? Te! Te! Böcsülettel meg. Hát, figyelj! A viszkisről is filmet készítettek. Miről beszélsz? Köztörvényes bűnöző, és filmet csináltak róla. Hát ez a magyar, ez hülye. Ezt én mondom most neked innen a szobából. Hát hülye a magyarna. Egy köztörvényes bűnözőről filmet, a sztár lett. Nagyon elgondolkodtató. Na, haladjunk tovább. A kormány által deklarált szabályokat, elvégezve azt a rengeteg Covid-tesztet, egymástól távolságra ülve, és így visszatérve, egy olyan országban, ahol nincsen például Covid-fertőzés, akkor igazából nem értem, hogy hol történik a törvénynek a kiátszása. Hiszen, hogyha én a kocsimmal jobb... Tehát érted? Érted, hogy mennyire sötétség van az agyába? Mennyire sötétség van az agyába? Emberek képesek lesznek előbb-utóbb átvágni a torkodat, két kiflije, majd a gyerekének enni kell adni. Tetszik, nem tetszik, unfercik, akkor is így van. Te meg a Maldív-szigeteken vagy, Margit. És még neked áll feljebb. Hallgassál el, azt áztassad a zacsidat bent ott a Oceanbe, maradjál csendbe, lidikézzél, tornázzál, na, pillanat, olvasom, pas de deux, qu'est-ce que c'est moi? Jó van, nem írtatok semmit. Haladjunk tovább, ne röhög! Teszem azt délután este 7 órakor, és azt mondják, hogy igen, de a tömeg az inkább 6 órakor közlekedik a dugóba, tehát én majd 7 órakor megyek a jobb oldalon, 50 km/h órával, úgy hülye, ahogy van, de hidd el nekem, te ez önmaga nem tudja, hogy mit beszél. Fogalmani, az én vagyok. Mondjuk én is hülye vagyok, de nem én így. A szabályokat. Én azt gondolom, a pápa nem erre gondolt. Szerint, na mire gondol? A Szent Atya. Szent Atya. Óriási tisztelettel adózom iránta. Szerintem azokra gondol, akik eset... Óriási tisztelettel adózom. Iránta. Ma anyám magyar szakos volt, én ezekre ugrok. Óriási tisztelettel adózom utána. A vacogó szápa rágja meg ezt a ványat testét. Na, Maldív-szigeteken vannak az asszonkával, meg még egy pár ember behűítettek. Nincs olyan ember, aki a Norbi kajájától ne fosott volna. Ezt most mondom neked. Hát ezt most mondom neked. Hasmenést okoz. De úgy, mint a murányi kutya, úgy szarod magad össze. Na. Hát persze, hogy lefogysz. Hát hülye vagy. Hát így áll ricinust. Hát sokkal olcsóbb. Sötét, mint az éjszaka. Jó, mondod anyám, na haladjunk. A kormány...
kormány által meghatározott kiesési időn túl előre kinyomtatott 10-12 lefecsételt munkáltató igazolással közlekednek, mennek bulizni, mennek a haverokhoz, mennek wellnessezni. Honnan vagy ilyen jól informált, Rezső? Mert én ezt se tudtam. 8 óra után dugóval. Tehát lehet, hogy ezekre gondolt a Szent Atya. Marhára nem te. Jól tudja, hogy nem tudjuk kijátszani a kiesési korlátozást. Szép délután, drágám. Magyar állampolgárok és minden más állampolgár. Velem együtt Lakatos Márk, velem együtt Belki Krisztián. És Manyika, Krisztián, mint a faék olyan egyszerű, mint a faék. Közlekedni, hogy azokat a szabályokat, amelyeket az operatív törzs meghatároz, mint a védőoltásnak is a beadatása, ezeket mi maximálisan betartjuk. Tehát én azért ülhetek itt most a Maldív-szigeteken, egy 40 fős táborban, a gyerekeimmel, a vendégekkel, képzeljétek el, így egy ebédnél, egy asztalnál, egy élő adásban, maszk nélkül, mert itt ezek az érvényes rendelkezések. Ugye van a régi törvény, hogy Rómában élj úgy, mint a rómaiak. Magyarán, itt úgy élet, ahogy az itteni törvény írja elő, nem tudom a hazai rendelkezéseket kijátszani, mert más törvények szerint élünk, és nem is akkor a 8 óra, mint amikor otthon van 8 óra. Itt kezdődik. Nem mondod, csesz meg! Nem tudok ide. Nem mondod! Bármelyikőtök, aki otthon van, fogja magát, bemegy az utazási irodába, és be tudja magát fizetni. Na, itt is álljunk meg egy polgári szóra. Tehát nem kedvem nincs, Norbi, hanem mint egyszerű festőművésznek itt Budapesten. Momentán 22 ezer forint van a számlámon, és ebből még most jönnek majd a levonások. A gáz, a villany, hát nézd, van UPC-m, valóban nagy lábon élek, van nekem UPC-m, jön a mobiltelefonszámla, a közös költség, és akkor még nem zabáltam. Na van miből leadni, nem mondom. No, nem mondom. Nem a törvénnyel van a baj, azzal van a baj, hogy hülye vagy. Érted? Hogy hergeled az embereket, azt még élőbe bejelentkezel. Biztos bennem van a hiba. Ez a véglény meg kimagyaráz egy olyan hírt, amit egy épesző ember, ha elolvas, azonnal tudja, hogy csak kamu. Márhogy én? Vagy ezt most nem értetem. Fú, ez a sok hülye faszkalap ember. Márhogy mi vagyunk a faszkalapok? Szaká Gabriella. Nem értem, hát várjál, hát meg kell, hogy értsem, hát értelmeznem kell, hát nem tudom, kinek szól az üzenet. Titkos üzenet! Adassa be a vakcinát, és forduljon fel tőle. Az én anyám eldobta tőle az összes csavarját. Körülbelül 1 millió 1 hét fő a Maldív-szigeteken. Fogalmam nincs, ez mi? Szép napot, Nádi néni! Én már a hangjától frász kapok. Majd én elküldeném, ne küldes sehova, igazából, hát sokra megyünk vele. De nem vérlázító? De komolyan. Tehát amikor két kiflire gyűjtünk, és a Maldív-szigetekről okosít minket, egyszer beleszaladsz egy akkora sallerbe, Norbi, ezt most mondom neked. Én nem ütlek meg, üsson a guta, de valaki megfog. Sóher, úgy hívják Sóher Norbi, vagy nem az a neve? A Bretix Rékától, az nagy volt. Adnék neki 50 ezer forintot, aztán éljen meg belőle, érted? És én értem, hogy ez kapitalizmus. Várjál, nincs ezzel baj. Tehát régen nincsen szocializmus. Régen nincsen szocializmus. Ez egy kapitalizmus, ami nálunk van. Én ezt értem. És mindenkinek tehetsége, tudása, csak hogy itt nem azon. Tehát nálunk nem úgy folyik be a pénzed, ahogy a tehetséged és a tudásod. ...nak megfelelően be kellene, hogy folyjon. Hanem itt, ha jó helyen vagy, jó időben, és a jó segget nyalod, akkor folyik a pénz, mint csabul a vízfiam. Tök mindegy, hogy hülye vagy, teljesen mindegy. Jó időben, jó helyen, várjál már, hogy a szarba nyomjam én ezt be, mi az apja füle baja van ennek a cigarettatartónak. Akkor az Isten nem ment meg attól, hogy milliómos legyél egyébként, dögölj meg! Na...
Én még a Géza gyereket is itthon hagyta. Én otthon hagyta? Hát hadd ugye a fene itthon. Ott is maradhatsz az egész családja, senkinek nem fogsz hiányozni. Nem kell őt bántanod, bántja az élet, hát nincs agya. Hát értsed meg a szót, hát ezt nem kell bántani, fiam. De saját magát, ilyen szépen, óvatosan. Örüljön, hogy most még megteheti, és milyen szerényen teszi. Aha, ja. Szép napot, Márti néni, hogy a bőr száradjon rá, Norbi, de ne mondj ilyet. Jaj, ne mondj ilyet, ezt cigányátok. Hiába tiltom le, mindenhol felbukkan. Te, én nálam is. Hát beleszaladtam. Hát azt szed rá, keresek, keres a bánatos öregisten. De én keresek rá, hát nem érdekel, hogy mit csinál. És egyszerűen felugrik. Kim van Lakatos Manyika? Kim van a másik nagy tudású, Berki, a vasalt heréjű? Meg kim van ez a rettenetes foggal rendelkező? Feleségével együtt családostunk. Ha a szart, mi van a szarra? Üvegbe tesz, így van. Tegnap este Réka bejelentkezett a cápa etetés. Nem láttam, fiam, de milyen jól voltam, hogy nem láttam. Undorító, vérlázító, sok szegény ember. Tehát érted, hogy nincs benned szociális érzékenység? Tehát érted, amit mondok? Tehát ha én most tételezzük, játszunk el a gondolattal. Hát megmondta Viktor, merjünk nagyot álmodni. A franc apofámat egye meg, játszunk el a gondolattal, megnyerem az euró jackpotot. Szerinted ide fogok jönni élőzni, hogy vegyél képet? Szerinted ide fogok jönni élőzni, hogy vegyél képet? Elmondom, ne gondolkozz, nem fogok. Nem fogok. Nem fogok csillagom, mert akkor megfogom a képeimet, veszek egy repjegyet, kimegyek oda, hova ki tudok menni, mert engedi a törvény, van oda repülőjárat, satara, 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 azt kiviszem a képeimet, azt eladom ott. Biztos, hogy nem foglak arra kapacitálni, hogy vegyél képet, mert most nyertem meg az euró jackpotot. Azt rámérsz, hogy mit tudom én, valami problematika van, segítsek. Biztos lesz benne, hogy amilyen hülye vagyok, még segítenék is. Ők a követőknek csinálják ezeket a videókat. Hát kicsim, de akkor én is beleszaladtam, én nem követem. Hát kövesse őt, tudod ki. Hát mi vagyok én? Nyomozó Janda? Jaj, álmodjunk Márta néni, de miért? Hát merem álmodni, megmondta a főnök, hogy nagyot lehet álmodni. Hát álmodjunk. Ez a hepje, de tényleg ez a hepje, jó mondott Herceg Árpádné. Miért kell az embereket hergelni? Kimenni nem tudunk, egy kurva kávézóba nem tudunk beülni, hogy megígyunk egy kávét, munka nincs, pénz nincs, mert azt lehet elkölteni, ami van. A nincset nem lehet elkölteni, nagyanyám megmondta. A nincset nem tud elkölteni, csak a vant, baszki. Hát azt nem tud elkölteni, le kell törölnem a videót, meg káromkodtam. Hát, érted? A vant lehet elkölteni, a semmit nem tudod elkölteni. Hát az hogy költöd el? Amúgy meg a házassága már régóta romokba. Kit érdekel az ő házassága? Hát szerinted engem valamilyen szinten érdekel? Hát az se érdekel, hogy kecskével él együtt. Engem ez se érdekel. De a Maldív-szigetekről bejelentkezel, és elmondod, hogy a pápa mit akart. Hát azért talán egy fokkal több esze van a pápának, mint neked. Bár nekem nem szimpatikus ez a Feri. Ez nekem nem adja magát, de mindegy, most ő a pápa. Na, boldog új éved, drága. Lülő is kint van hát. Mi meg 8 óra, akkor takarodjunk haza. Értette, hogy ezt meddig, gyerekeim? Én csak halkan megkérdezem, hogy ezt meddig. Nem, engem nem hergel. Engem nem. Te olyan szinten leszarom, hogy elmondani neked nem tudom. Semmilyen szinten nem érdekel ez az űrge engem. Semmilyen szinten nem érdekel. Csak egyszerűen, hogy mennyire ostoba. Tényleg sok magyar ismert embert elítél a pápa? Igen, drágám. Igen. Igen. Mert addig, ameddig, tehát régen azért, az 1800-as években nem csak tehát, hogy mondjam neked, a nemeseknek kötelezettségeik is voltak. Kötelesek voltak, ők úgy érezték.
nem volt törvénybe iktatva, vagy lehet, hogy volt, nem tudom, hülyeséget nem akarok mondani. Iskolákat építettek, kórházakat építettek, satara, satara, ez, az, amaz. Most pofád legyen lapos, vegyél fel maszkot. Ő meg a Maldiv sziget, lő is a Maldiv sziget, ez a te pénzedből, he. Meg az enyémből. Ahogy Márti néni, ahogy drágám. 7. kedvelt polgármester hiányzik még onnan. Nem, Neider Müller nem megy ki. Az nem megy ki szerintem. Az nem megy ki, mert még véletlenül egy hetet kihagyna, hogy a táblákat átrendezze, hogy melyik egy irányú, meg melyik két irányú. Ó, még itt helyreállna a rend. Nem megy ki. Szép napot, Márti néni, láttam az éjjel. Jaj, hagyjál már vele. Pupi, amálka-amálka döblik, fiam. Voltunk sétálni. Azt most meg szépen hazajöttünk. Na. Hát te meg nem megy el. Hát sehová nem megy az irodájából, mert betűtésztából rakja ki, hogy a Rumbak-Sebestyén utca egyirányú. Álmodik egyet, más a kaja, de betűtésztában van, a Rumbak-Sebestyén kétirányú. Nem megy az sehova se. Norbikának köszönhető, megismertük Mátrinén, tavaly ilyenkor köszönjük. Én nem, szóval, ne engem az igazságtalanság rettenetesen felháborít. Rettenetesen felháborít. Borzalmasan felháborít. Akkor is, ha belelőnek a Dunába. Én már értem, fiam, értem, már nem kár. Szép délutánt kívánok magának, nagyon szép délutánt, Anglia. Csókollak, drága Pereg Zoltán Angliába. Jaj, na, nem is hergelek tovább senkit, magamat se. Megyek, eszek valamit, mert ma még nem ettem, csak cigiztem, meg kávéztam. Szép napot, Máté néni, szép napot kívánok, Dániel. Aki nem nézte meg, nézze meg. Ma volt a cégnél, orrból vettek tesztet, kicsit fájt, de ki lett bír. Nem, tehát nem kellemes érzés, de hát a nőgyógyászhoz elmész, ki vagy, orgovárné. Hát az se kellemes. Azt mégis eljárunk nőgyógyászhoz, bár én nem voltam, vagy 10 éve. Szevasz, Katikám, édes, drága Katikám. Jaj, déjà vu, 1 éve ismertem meg, így imádom. Hát de mert megint beleszaladtam ebbe a rohadt Norbiba, te. Hogy a rossz nyavaja enné meg ott, ahon van a Maldiv-szigeteken. De ténylegségi be. Hát annyira utálom, hogy elmondani nem tudom. Nem is utálom. Nem, egyszerűen jön, hogy lepofozzam. Érted? Hát nem érted, az embereknek nincs munkájuk. Ezzel van a probléma, te nagyon hülye. Az, hogy te kimész a Maldiv-szigetre, menjél! Hát kit érdekel? Szerinted vágyunk utánad? Azonnalban 538 ember megy utánad a Maldiv-szigetre. Nem megyünk, Margó, nem megyünk. Akkor se telne rá. Már konhájra mennénk, ahon te nem vagy. Se Lölő, se a vasalt heréjű, se Manyika, senki. Na. Nem kell vele foglalkozni, Márti néni. Ó, hát már, és így múlt el a világdicsőség. Nem kell semmivel foglalkozni. Jó van az út. Édes Istenem, ébredj már fel. Kísért Márti néni ez a nó. Engem kísérte. Jó mondod. Megosztottam, Zsú Gábor. Ó, nézd meg. Mártika, kellemes délután kívánok neked, mindenkinek, pupi, pupi. Na, ha lenne pénzünk, se utána mennénk. Hát menjen utána, tudod ki. A koronavírus, az menjen utánad. 41 ember ment vele, hát. Hát ennyit mondott ő. Hát szerintem több. De teljesen, engem nem érdekel. 350 ezer forint tán egy nyaralás, vagy ez a torna. Miért kell Maldiv-szigetekre elmenni tornázni? Nincs kert? Nincs egy Margit-sziget? Habisztigusti, megyünk a Maldiv-szigetekre. Jó étvágyat kívánok magának, még sajnos dolgozok. Egyelek meg. Hát kicsim, én már ledolgoztam az életemet, Zolikám. Üdvözlöm, Márti, én teljesen egyetértek önnel. Vérlázító ez az egész. Elkezdtem nézni Norbi videót, de képtelen volt. De nézd végig. Nézd végig, drága. Nézd végig, nyugodtan nézd végig. Tanulságos. Rékával. Nem követem, Cilád, drágám. 41 szegény ember ment. Aha, sokat GMK-ztak, mi? Böcsülettel meg, hogy az Úristenbe lehet becsülettel keresni annyi pénzt,
hogy kastélyod legyen, olyan sportkocsit, hogy a faladja a másikat, meg a Maldív-szigete. Áruld el a titkot. Esküszöm, nem savanyú a szőlő, én imádok itthon lenni. Nem érdekel. Böcsülettel. Na hát azért ezen azért egy kicsikét, hogyha megkapirgálnánk a tetejét, lehet, hogy felbukjanna onnan egy kis etvasz. Én megyek éjszaka, első munkanap, drágám. Azt mondja, máshoz nem értenek. Hát, darabig ismerősömet is a Facebookon. Mi van? Darabig ismerősöm a Facebookon, de már nem érdekelnek. Ők, kitöröltem őket játszani, karjukat, igaza van. Hú, apám, elfelejtettél magyarul. Jaj, akkor én most sütök egy jó pizzát, Norbi, ide vagy oda. Jól is teszed, drágám. Na, megyek én is lökök valamit a majomba. Na, vérlázító, itt meg éheznek a gyerekek. Érted? Érted? Érted, hogy ez a lényeg? Hogy gyerekek éheznek. Hogy megy le a falat a torkodon a Maldív-szigeteken, hogy vesz meg a szabad kenyértől? Hogy megy? Hát nem tudok úgy jó ízűen enni, hogy a másiknak meg csorog a nyála. Hát akkor először egyél te, az Isten verje meg. Azt majd, ha marad valami, akkor eszek én. Na. Becsületesen nem lehet. Hát becsületesen, hogy az Úristenbe ennyi idő alatt, hogy lett valaki milliárdos? Meséld már nem becsületesen. Hát mibe van pénz? A kurvákba? A fegyverbe, meg a kábítószerbe? Nem mond már, hogy nem. Merde. Na, na, hát meg itt, ugye, hát ez egy különös kis ország, különös szilveszter. Hát itt meglenyúltak mindent. Hol van az Európai Uniótól kapott pénzünk? Hát csak kérdezem. Halka, némán, csendbe, hol van? Hol van? Meg kaptunk pénzt. Ja, te se kaptál, mert én se. Tetszett látni a Réka bikinist? Jaj, dehogy láttam. Hát hagyjál engem békén. Hát dehogy láttam. Ha már el is mennek, legalább ne reklám. Hát ezt mondom. Hát ez olyan, mint mikor a bika előtt a vörös posztót elhúzod. Miért kell? Hát miért nem rohadsz ott meg a Maldív-szigeteken, ahol vagy? Lülővel, Manyikával, vasalt heréjű, mindenkivel, aki kint van, menjetek! De miért kell a másikat, még uszítom, még meghúzom az oroszlán bajszát? Hát addig húzgálod, míg oda kap. Jaj, Mátika, nagyon rosszak az emberek. A világgal semmi baj, az emberek szarok benne. Így, hogy mondod. Pupi Máté, én szép napot kívánok. Szép napot kívánok, drága. Rettenetes, borzasztó elkeserült. És akkor csodálkozunk, hogy itt tart a világ, ne csodálkozz rajta. Én nem kaptam belőle, én se kaptam belőle. Tegye fel a kezét, aki kapott az uniós pénzből. Azt mondja, hülye, ki az a lőlő. Évek óta jön az uniós pénz, sose láttuk. Hát hova az Isten verésébe tűnik? Jaj, hogy a Mészáros és Mészáros. A Mészáros és Mészáros. Láttam, mint gyerekek etiópok olyan, mint görcs kollekció. Hát, kicsi. Pont a párom is ezt mondta. Mit mondott a párod? Várjál már. Párom is ezt mondta az este, hogy hol az uniós pénz. Sokan megéheznek. Egyet értek veled, drága Mártika. Maradhat is ott. Mert ha nem lehet dicsekedni, olyan buták te, mint a segg. Mint a segg olyan buták. Borzasztó. Beteszed Réka szájába a negrót, esküszöm neked, ragyog. Ragyog. Megyek, mert csak felhúzom magam, letörlöm a videót, mert káromkodtam, azt megint letétana. Szértők hordták a nagyfejűek a pénzt. Hát, de mi meghagyjuk, drágám. Andikám. Megint a nőknek kell valamit kezdeni, mert itt a fiúkra hiába várunk. Hát, ezekre hiába vársz, fia. Itt a cselekedni kell, a nőknek kell tenni valamit. Egy cigány ember a családjával, ne cigányoz, Pesten ételt, hozta az embereknek. Így van, respekt, csak az a baj,
hogy nem az ő dolguk lenne. Ez, hogy kinek a dolga, ez olyan relatív, babám. Ez olyan relatív. Nem az én dolgom, nem a te dolgod. Nem az én dolgom lett volna itt ezt a szájba lökött nagy rohadt tetves fakaput graffiti mentesíteni, de megcsináltam. Pedig nem az én dolgom lenne, de bántotta a szememet. Hát ha mindig arra várunk, hogy kinek a dolga legyen, sose lesz elvégezve. Na, hát sose lesz elvégezve. Betix, azaz. A magyarnál nagyobb birka nép nincs. Hát így, ahogy mondom, ó, de szívemből szóltál, virág. Megyek, mert megint letiltanak. Majd megyek este a YouTube-ra. Pupi!